A reformáció öt jelmondata. Sola fide, egyedül hit által. Sola gratia, egyedül kegyelem által. Solus Christus, egyedül csak Krisztus minden mindenekben. Sola scriptura, a Szentírás egyedül és semmi más. Soli Deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség. És egy hatodik még, Szent Simonál Albert jelszava, Laus viventi Deo, dicsőség az élő Istennek. Áldás békességet kívánok! Isten hozta a testvéreket itt, otthon, lakásaikban, képernyő előtt, Immanuel évünk reformáció vasárnapján. Kezdjük el tiszteletünket, s fennállva énekeljük egyházunk himnusz zsoltárát, 90. zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Helyünket foglaljuk el, testvérek! Október 31-e reformáció emléknapja, emlékünnepe. Ez alkalommal most is az úrasztalát megterítettük. Ha valaki ezt nem tudta volna és nem tudott készülni, most van lehetőség készülni. Mindenkit jó szívvel várunk és hívunk majd az úrasztalához is. Énekeljük tovább a reformáció himnuszát, Luther Mártad énekét, 390-es számú dicséretünk, mind négy versét, erős vár a mi Istenünk.
Szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás. Pál apostol kezdi így a Szentírásban minden levelét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Így legyen. Amen. Drága testvérek, Isten igéjét olvassuk, hallgassuk együtt. Máté szerinti evangélium 10. részéből, 28. verstől néhány versen át. Máté 10, 28, 33. Leülve, hittel, vigyelemmel. Hallgassuk az igét. Jézus kiküldi tanítványait, Jézus mondja az övéinek következőket, és ne féljetek azoktól, kik a testet meg tudják ölni, de a lelket nem tudják megölni, hanem inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gehennában. Nem te két verebecskét meg lehet venni egy fillérért, de a ti atyátok akarata nélkül egy sem esik le azok közül a földre. Nektek pedig még a hajszálatok is számon van tartva az élő Isten színe előtt. Ne féljetek tehát, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, az én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Zürich melletti Kappel síkság, félelmetes harc bontakozik ki. Félelmetes, mert aránytalan. Egyik oldalon kigyúrt, izomzatú, kiképzett zsoldosok, pénzért gyilkolók, az ellenreformáció katonái sokan vannak, jó fegyverzettel és kiképzettek. Másik oldalon Ulrich Zwingli, lánglelkű reformátor, zürichi prédikátor, kis csapata, célegények, mesterlegények, városi polgárok, ifjak és gyermekek. Csata egyértelmű, hamar eldől. Az erősebbik fél győz emberi értelemben. Fekszik a földön, Zwingli, sebet kapott már ő is, komoly nagy sebet. Egy altisztféle a seregből fölismeri őt, elkapja, fölráncigálja és ráordít. Na te, gaz eletnek, tagadd meg eddigi felfogásodat, dicsérd a római pápát, dicséri bennünket. Tagadd meg. Nem tagadom, mondja, már hörögve, haldokló hangján Ulrich Zwingli. Nem? Akkor megöllek téged. Idézte Jézus mondatát, mostani alapigénket, Zwingli, csendesen. Ne attól féljetek, kik a testet megölik, sokkal inkább attól, kik a lelket, testet egyaránt meg tudják ölni. Megölte őt. Megölte? Érdekes kérdés. Reformáció öröksége a vállalt út. Vállalom. Bármi árán vállalom. Kit tudok vállalni? Akit megismertem, de nagyon. Ha megismertem, már nem tudom nem vállalni. Megismerem Jézus Krisztust, és egyszerűen jó mellette kiállni, és vállalni bármely helyzetben. A lélek megöldöklése örök folyamat. Már Kain és Ábel óta a lelket és a testet is. Vannak mártírjaink, és vannak, nehéz kimondani, opportunistáink, megalkuvóink is, vagy éppen én vagyok az, valamennyien, Isten színe előtt. Aradi vértanúk nem voltak hajlandók mást mondani.
nem voltak hajlandók. Igen, ezt tettük, őszinte szívből tettük, vállaltuk, vállaljuk most is. Meghaltak, kivégezték. Minden évben legalább egyszer nagyon gondolunk rájuk. Ismerjük őket, tudunk róluk, ki a halott, ki az élő. Azóta is számtalan és számtalan formában. Amikor ott állt Péter és János a nagy tanács előtt, mai szóval a legfelsőbb bíróság előtt, vádolták őket, mert Jézus nevében gyógyítottak. Súlyos büntény, Jézus nevében gyógyítani. Szabad gyógyítani, azzal nincs semmi baj, de Jézus nevében meg ne halljuk soha és semmikor. Össze rászóltak, aztán később őket még meg is botozták be a börtönbe. Újra kint vannak. Újra végzik a munkát, a szolgálatot Jézus által. Nem megtiltottuk, mondja a legfelsőbb bíró Péteréknek. Nem megtiltottuk, hogy a név nevében tovább soha semmikor ne tegyetek semmiféle csodát és gyógyítást? Mire a válasz? Istennek kell inkább engednünk, mint sem embereknek. Végezzél ki? Vállalom. Az Úrral hamarabb fogok találkozni, ha kivégzel. Nem boldog, hogy meg kell halni. Ez a hit élteti, ha meg kell halnom, Jézussal hamarabb találkozom szemtől szemben. A lelket öld meg. Hogy szerették volna, hogy Péter és János letérdel és sírva kér bocsánatot, de szerették volna. Megölni bennük a lelket. Nem. A lelket nem hagyjuk. Megismertük Jézust, nagyon megismertük, és vállaljuk őt, és nem tagadjuk meg. Első keresztjének hiteles feljegyzések írnak róluk, hiteles, mert az ellenség írt róluk. Az ellenség ritkán ír jót az általa utált emberről, vagy éppen emberekről. Ők írták meg a következőt, cirkuszi aréna, tömött lelátók, telve a Kolosseum talán, és kezdődik a félelmetes attrakció, oroszlánok keresztjének viadal. Oroszlánok nem kaptak enni napok óta. Dühöttek, éhesek, vért szagolnak. Keresztjének egy bűnük volt, hogy keresztjének. Merik hinni Jézus Krisztust. A császárt tisztelik, de Istenként nem imádják. Arról szó nincs. Istenként nem imádják. Ennyi a bűnük. Mennek be az arénába, nem mennek. Katonák lögdösik be oda a díszpáholya, VIP páholya elé. Ott ül a félnótás Nero, gyilkos császár, és sunyi, alattomos felesége, Poppea, várva az eseményt. Hogy szerette volna Nero császár átélni az élményt, hogy a keresztjének sírva kérnek kegyelmet? Megbántunk minden bűnünket, bocsáss meg, isteni Cézár, isteni császár. Nem. Nem kérünk kegyelmet. Meg akartak halni? Nem akartak meghalni. Öngyilkosok voltak, még csak azok sem. Csak egy utat, amit járni kezdtek, vállalják. Bármilyen úton, módon. És akkor oroszlán megöl bennünket, ti eszközeljétek ők is, de mi Jézust, megváltó Urunkat soha meg nem tagadjuk. Se karrierből, se több fizetésért, se semmiért. Mert mi megismertük, és mi vállaljuk őt. Ne attól féljetek, mondja Jézus, kik a testet meg tudják ölni, sokkal inkább attól, ki a lelket is megképes bénítani, és megképes oltani. Reformációi emlék, ritkán beszélünk erről, sajnos. Vagy inkább ellenreformációi emlék.
17. század második fele, a híres gyász évtized. Az akkori érsek, az ország első egyházi embere, Kodalics Lipót, sötét lelkű valaki volt, összehívta az összes protestáns tanárt és prédikátort Pozsony városába, egy vésztörvényszék elé. Sokan elmentek. Dunántúlról, Észak-Magyarországról. Erdélyiek nem mentek el. Erdélyt nem érdekelte. Messze van, Bécssel nem foglalkozunk. Megdöbbentő módon az ország középső részét uraló törökök nem engedték el a prédikátorokat az általuk megszállt területről. Nem mentek sehová. És a török mentette meg protestáns lelkészeket, tanárokat, a keresztény Bécstől, döbbenetes dolog testvére. Sokan elmentek, sok-sok százan. Őket várakoztatták, megalázták, le se ülhettek napokon át, hogy egyenként behívták őket a bizottság elé. Tettek eléjük egy aláírandó ívet, három kérdéssel. Első, azonnal aláírják a feltétlen áttérés okmányát. Azonnal feltétlen áttérnek az egy igaz egyház kötelékébe. Második, ha ezt nem teszik meg, országot azonnal kötelesek elhagyni, emigrálni kényszerülnek. Ha ezt sem teszik meg, iszonyú büntetés vár valamennyiükre. Ott a dilemma. Bibliás reformátor, tanárok, rektorok, prédikátorok, most mit csináljuk? Ha nőtlen lennék, mondta egyik másik, alá nem írnám soha. 5-6 gyerekem van, ha mi lesz velük? Hogy fognak felnőni? Ki neveli föl majd őket? És volt, aki fogcsikorgatva, dühötten, látszólag mosolyogva, alibiből aláírta. 40 prédikátor nem írta alá. Nem írta alá. Döbbenetes. Hogy szerették volna látni az arcokat, és a kétségbeesést, halálfélelmet, megtörni őket lelkiekben, testiekben, de szerették volna látni. És nem tudták. Ott senged fülükben Jézus szava, ne attól féljetek, kik a testet megölhetik, sokkal inkább azoktól, kik a lelket tudják lebédítani, és tesznek besugóvá, és tesznek opportunista megalkuvóvá, azoktól féljetek. Aki műteni fog téged, elveszi a gerincedet, gerinctelen leszel, attól féljél. Hiszen verevecske milyen olcsó. Egy fillérre lehet kapni két verebet. Mégis annyira potom pénzért lehet kapni, hogy leessen egy is a fáról, mennyei atyánk akarata nélkül nem fog történni. A verébről is számot tart, Urunk. Hát akkor titulhatok tanítványaim. Nem? Ha egy veréb fontos neki, egy szürke kis verebecske fontos, te nem vagy az? De igen, az vagy. Reformáció öröksége, nagyon nehéz tudom, de a vállalt út. Záró mozzanatot az igében, egy örök per, egy ma is zajló állandó per. Ott vagyok én, mint vádlott. Az ellentábor, nevezzük sátánnak, bárminek, vádol állandóan. Felém tud kötni, tudja mondani a magáét, de még hogy? De még hogy? És mondja, és mondja, és mondja. Ott a bíró, ami Urunk, élő Istenünk, és ott a védőügyvéd, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, aki csendben kiáll mellettem. Kiállsz te is mellette? Kérdeznek, rád kérdeznek, kemény helyeken. Ma még úgy hagyján, de úgy korábban, korábbi időben itt Magyarországon is, de szerte más országokban is. Te ezt hiszed? Te ezt komolyan csinálod? És te szeretnél karriert? Na ne, felejtsd el.
karrier, vagy Jézus? Poncius Pilátus erre ment rá. Látta Jézus ártatlanságát, magasrangú ember, hatalmas fizetés, hatalmas tekintély, hatalmi lehetőség, és látja, hogy Jézus ártatlan. Hogy döntsek? Karrierem vagy Jézus? Főnökeim vagy Jézus? De nehéz, testvérek. Tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz. De gondoljunk arra, amit Jézus mondott. Mennyei atyátok, ha egy verébről gondoskodik, akkor rólad nem. Akkor rólad nem fog gondoskodni. De igen, vállalt. Bátran vállalt. Reformáció egyik öröksége a sok közül ez a csendben vállalt út. Megismerem Jézust, és vállalom őt, mert ő vállal engem. Nem tagad meg, nem fordul el tőle, nem tesz félre, nem vált le, de egy labdarúgót nem cserél le, egyszerűen kitart mellettem, akkor én is mellette. Ne attól féljetek, kik a testet megölik első renden, azoktól is, de sokkal inkább azoktól, kik a lelket is meg tudják bénítani. Íme egy veréb, milyen kis jelentéktelen. Atyánk gondoskodik róluk is. Hát akkor nem rólad, átlag ember. S aki engem megval az emberek előtt, az örök perben ma is, az örök perben, én is megvallom. Atyám előtt. De jó, Jézus által megvédett, védőügyvéd által megvédett, megvallott életnek lenni. A vállalt út. Dicsőség Istennek. Drága testvérek, reformáció vasárnapján az urasztalát megtelítettük. Mindenkit jó szívvel, szeretettel hívunk és várunk az urasztalához. Nálunk nincsen megkülönböztetés, ki milyen felekezetű, bárki szívesen jönne, jöhet hozzánk. Ha talán nem is felekezett tagja, mégis szívesen jönne, jó szívvel hívjuk, jó szívvel várjuk. A hagyomány szerint az éneket, annak idején énekelhették Gájala prédikátoraink is, énekelhették, énekeljük mi is. Az ének sorszáma 394. ének első és második verseivel énekeljük együtt. Thank you.
A mi segítségünk, úrvacsorai közösségünk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, a mi kegyelmes atyánktól, értünk született, meghalt és feltámadott fiától, szabadító Krisztusunktól, a Szentlélek ereje által. Ámen. Hallgassuk meg, testvérek, miként szerezte a mi Urunk Jézus az Úri Szent Vacsorát, melyet legbővebben Pál apostol írt meg az első korintusi levél 11. részében, 23. és azt követő versekben. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, és ezt mondotta: e pohár, ama az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az ő megtöretett teste, kiontott vére, ami egyetlen reménységünk a szabadságra. Legyen körülöttünk vagy bennünk bármiféle szorítás is Jézus szenvedéséért, haláláért és feltámadásáért van kiút. Ennek az örömhírét hirdeti minden egyes úrvacsora, legszorosabb közösségünk egymással és a mi Urunkkal. A mi biztonságunk érdekében húzhatnak körénk védőtávolságot, de az ő szeretetétől minket semmi el nem választ. Dicsőség neki, és hogy mindnyájan méltóképpen járuljunk az Úrasztalához, és lépjünk közösségre a mi szabadító Urunkkal, bűnvalló imában próbáljuk meg magunkat. Imádkozzunk. Erős várunk, pajzsunk, védelmező, megmentő, megtartó Urunk, minden félelmünkkel Te hozzád járulunk. Szabadító Jézusunk, értünk oly méltatlan módon szenvedő Krisztusunk, minden nyomorúságunkból kiutat Te tőled várunk. Világosságunk, bölcsességünk, igaz útra vezérlő Szentlélek, minden kérdésünkre választ tőled várunk. Urunk, látod minden vétkünket, csalódásunkat, gyötrelmünket, szavakat, melyek fájnak, s melyek fájdalmat okoznak. Gondolatokat, melyek gúzsba kötnek, s melyel gúzsba kötünk másokat. Tetteket, melyekkel vétkeztünk az ég ellen és embertársaink ellen. Könyörülj rajtunk, szabadító Isten! Tekints ránk szelíd szemeiddel, Úr Jézus Krisztus, hogy nálad szabadítást találva ne legyen vétkünk, lelkünk kárára. Könyörülj rajtunk, Krisztusunk! Adj bölcsességet, Szentlélek Isten, hogy járjunk igazabb módon Krisztus követésében, kitartóan, hűségesen, magunkkal is megharcolva, bocsánatodból erőt merítve, egymásnak bocsánatot adva. Tüzed forrósítsa át hideg lelkünket, szavad belülről lágyítsa kemény szívünket, írt hústábláiba törvényedet. Szentlélek Isten, vezess üdvösségre bennünket. Ámen. Valljuk meg hitünket is, testvérek, mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Néhány kérdésre feleljünk még hitünk és lelkiismeretünk szerint hallható szóval. Hisszük-e, valljuk-e, hogy mi magunk bűnös emberek vagyunk, kik Isten szabadítása nélkül csupán napról napra növeljük bűneinket és elveszettségünket? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hisszük-e, valljuk-e, hogy kegyelmes Atyánk elküldte Jézust ebbe a világba, hogy bűneinkért elegettéve bennünket szeretetébe visszafogadhasson? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hisszük-e, valljuk-e, hogy meg annyi múlandóság között élve, Isten kegyelme múlhatatlan és elveszíthetetlen örökkévaló kincs, mely által bebocsátást nyerhetünk a mennyek országába és az örök életbe? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígérjük-e, fogadjuk-e, hogy Isten kegyelméért hálából egész életünket igyekezzük az Úrnak szentelni, s őt magasztaló életet élve Isten dicsőségét és embertársaink javát munkálni? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Testvérek, én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Jézus ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik tőle ezt hittel kérik, és alázatos szívvel elfogadják. Ámen. Foglaljuk el helyet, minket testvérek. Ahogyan hallhattuk a szószéki hirdetésből is, várjuk a kedves testvéreket a kegyelem asztalához, mindazokat, akik úgy érzik, hogy testben és lélekben is készek erre a közösségre. Ismerjük mostani vírusnak a kockázatát, aki magát óvná, szeretettel megértjük, aki pedig lélekben is úgy érzi, hogy szívesen csatlakozik a mi közösségünkhöz, felekezettől és minden egyébtől függetlenül, hitvallásunkban megerősödve járuljunk az Úr asztalához. Az úrvacsora alatt figyelve orgonistánkra énekeljünk 460. és azt követő dicséreteinket. 460. dicséretünk így kezdődik: amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangodat.
Szeretett testvérek, így szerezte a mi Urunk az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele a tanítványok, hitvalló eleink, reformátorok, nagyszüleink, szüleink, és Isten kegyelméből ez év reformáció ünnepén mi magunk is. Az egyház újra meg újra megküzd a kérdéssel, mi az, amin változtatni kell, és mi az, amin nem szabad változtatni. Ez az, amin nem változtatott 2000 év sem. A kegyelem ugyanaz, a jel ugyanaz, a szentség ugyanaz. Ez tart bennünket össze, világszerte, idő felett, viták felett és harcok felett, az ő szabadításának ereje. Biztassanak bennünket az apostol igéi, mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, melyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert mikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért, még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor még ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Hálaadásunkat és magasztalásunkat foglaljuk bele abba az imádságba, amire maga Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk a hirdetéseket. Áltassék Isten, hogy együtt tudtunk lenni, együtt vagyunk és lehettünk, dicsőség Istennek. Vigyük el magunkkal a ige üzenetét, szent hangulatát ennek a mai alkalomnak is. Adjon a mi Urunk további áldott, csendes, őszinte, szép reformáció ünnepet. Hirdetem heti alkalmainkat. Holnap hétfő este nem tartunk bibliaórát. Többen jelezték, hogy nem lesznek itt, elmennek szeretteik Siriához, lerónik egyedetüket, többen nem jönnek el. Tehát holnap este nem tartunk bibliaórát, ám szerda este 6 órai kezdettel tartunk esti csendességet, áhítatot, és így várjuk szeretettel pinteken 3 órára ifjú konfirmandusainkat is, folytatva az előkészítő
tanulmányainkat, fél öttől ifjestájainkat várjuk, két csoportban, egyiket a másika után kellő jó rendel. Hirdetem, hogy mához egy hétre, vasárnap, alkalom után tartunk, ígérem, hogy rapid villámgyűlést, de muszáj egy pótköltségvetést, ami már elkészült, gyorsan megbeszélni és megszavaztatni. Tehát jövő vasárnap alkalom után tartunk rövid, de fontos gyűlést. Várunk minden presbitert, és várunk minden pótpresbitert. Az elmúlt héten temetnünk is kellett. Eltemettük Nagy Géza, postai alkalmazott kedves testvérünket. Született Kolozsváron 1968. április 3-án. Élete hirtelen véget ért itt a fővárosban, ezesztendő október 4-én. Élete dolgos élet volt, sokat dolgozott. Jó szívű ember volt, jó humorú, társasági kedves ember. Szerette a kertészkedést, szerette az életet, a barátságot. Elment közülünk ilyen fiatalon, tele vagyunk kérdőjellel, miért, hogy történt. De azt tudjuk, hogy az élő Istennek van hatalma kit-kit megvigasztalni. Nem csak mondani részvétet, adni igaz, őszinte vigasztalást. Így áldja meg feleségét, lányait, azok vőlegényeit, testvéreit, azok családtagjait, minden közeli, távoli rokonát, ismerősét, barátait, minden rokont, kollégát, pályatársat, barátokat, aki ismerte mindenkit. Nagy Géza testvérünk 53 évet élt. Bár nem mi temettük, mégis megemlékezünk fájó szívvel kedves testvérünkről, Szanyi Erzsébetről. Kárpátalján született 1938. április 5-én Palágy Komorócon. Nehéz élete volt. Korán árvaságra jutott. Apját a háborúban veszítette el, nevelte őt édesanyja odaadóan, és testvérbátyja az ő nagybátyja, majd óvónő lett, kiemelt munkatárs, később vezető, többször kitüntették odaadó, szeretetteljes, kedves munkájáért. Elment közülünk, bár reménységben vagyunk az ő sorsa felől, hogy nem csak eltemettük és vége, sokkal több ez annál, valahogy mégis fájó elengedni őt. Temetése Kárpátalján történt. Kárpátalján, Palágy Komorócon, ahol született is. Abban a kedves, szép magyar faluban. Gyászoljuk. Kik ismertük, belismertük, én magam is, szerettük, tiszteltük őt. De gyászolja különösképpen fia Árpád, unokái Szilárd és Máté, menye Ilike, minden közeli és távoli rokon, sok-sok barát, szomszéd Kárpátaljáról, Budapestről is. Benne presbiterünk, dr. Szanyi Árpád, gyászolja édesanyját. Szívből kívánok az egész családnak igaz békességet, őszinte, igaz vigasztalást. Már most hirdetem, ha Isten megsegít bennünket, 14-én vasárnap az alkalom után szeretnék az altánunkban lent tartani egy kis fakultatív kávézást, teázást, kis beszélgetést. Itt vagyunk együtt, nagyvárosi gyülekezet, arcról, és egymást talán valami, sokan személyesen már nem ismerjük egymást. Akinek lesz ideje, kedve, lemennék az altemplomba, egy kis kávázásra, beszélgetésre,
ismerkedésre. Ezen tehát majd 14-én, vasárnap, már most gondoljunk rá, szeretettel gondoljunk. Elvégezte az asztalos mester a lenti összes helyiség ablakcseréjét, jön majd a kőműves, a festő is, munkán folytatódnak. Van egy kis kellemetlenség megint, egy kis rendetlenség és kosz is, ne zavarjon senkit, igyekszünk továbbra is szolgálni Urunk dicsőségére. Adjon a mi Istenünk mindenkinek további áldott, őszinte szép reformációi ünnepet. Záróénekként énekeljük a skandináv reformáció himnuszát, 393. éneket, másodikat pedig majd fennállva, és zárjuk ünnepi alkalmunkat majd nemzeti imádságunk a himnusz eléneklésével.
áldásvétele előtt csak még egy hirdetést, egy mondatot hadd mondjak. Hálás a szívünk, hogy láthatunk csodákat. Hálás a szívünk, hogy átélhetünk meghallgatott imádságokat. Szeretettel köszöntjük körünkben ismét és hálás szívvel Sümeginé Lipcsei Klárát. Örülünk, hogy köztünk van. Áldott legyen az Isten. Sokat könyörögtünk érettük. Jó látni az ő meghallgatott imáját, a mi meghallgatott imánkat. Isten az ő jelenlétével is beragyogta a mi ünnepünket. Vegyük az áldást. Erősen álljatok, rendíthetetlenül buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudva, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Ámen. Isten áldjon meg bennünket, áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.